Hello, mit csinálsz? Kiválogatom az előfizetők leveleit az új évre. Add, én is elolvasom. Nézzük, mit ír. Szia, Amelka Karamelka! Régóta fel vagyok iratkozva a csatornádra, és mindegyik videót megnéztem. Kedvenc szereplőim Amelka és Mila. Ó, milyen édes! Küldtem neked egy csokit is. És itt van még egy levél. Szia! Nagyon szeretem a videóidat. Nagyon szeretem Amelkát, Dianát, de Milát nem igazán. Lehetetlen, valószínűleg Leonát akarta írni. Nézd, van még egy csomag. Olyan nagy. A levél üres, csak ez a szörnyű jel van rajta. Nézzük, mi van az ajándékban. Talán jobb, ha nem nyitjuk ki, sosem tudhatod, mire illik ott. Ez a hátborzongató jel megijeszt. Oké, kint hagyom a folyosón, aztán megkérem a szüleimet, hogy dobják ki. És mindjárt elkésünk a liszt. Már az előfizetők küldtek nekünk egy csomó édességet. Mami, tenni a teához. Mi van a dobozban? Amelkával úgy döntöttünk, hogy nem nyitjuk ki, gyanúsnak tűnik. És végül is kinyitjuk? Nem, hirtelen valami szörnyű. Gyerünk, nézzük már. Ha más nem, akkor azonnal becsukjuk. Azt mondtuk, nem. Ne félj, te amúgy is unalmas vagy. A beszélgetést befejeztük, ezt a dobozt nem nyitjuk ki. A tea kész, ihatunk. Milyen finom ajándékokat küldtek előfizetőink. Régóta nem ettem így. Mi történik? Úgy tűnik, a lámpákat lekapcsolták. Ugyan már, nem baj, csak egy kis áramszünet. Nézzétek, a doboz nyitva van. Ki csinálta ezt? Nincs itt senki más, csak mi. Lássuk, mi van benne. Ez csak egy darab papír. A doboz nehéz volt, nem lehet üres. Aki kinyitotta a dobozt, elvette, ami benne volt. Vagy lehet ez te voltál? Nem én voltam, beleegyeztünk. Nos, valaki kinyitotta a dobozt, és te vagy az egyetlen, akit érdekelt, hogy mi van benne. Láttad, veled voltam a konyhában. Igaz, nem lett volna ideje megtenni. Akkor ki volt? Hallod, valaki van fent. Nézzük meg. Lehet, hogy egy rabló. A zaj innen jött, de nincs itt senki. Lehet, hogy a tetőn lévő madarak voltak. Nézzétek, valaki tönkretette a játékot. Átnéztem az egész házat, nincs senki. Alice, minek ijeszgetsz ennyire? Biztos volt valaki a házban, aki tönkretette a játékot. Talán valamelyik házi kedvencet csinálta. Igazad van, túlságosan pánikoltunk. Oké, gyerünk meginni a teát. Nyugtalan vagyok. Mindent leellenőriztünk, nem volt senki a házban. Valaki mégis kinyitotta a dobozt. Igen, ez eddig rejtély. Hadd hívjam fel az egyik fiú. Pontosan, hadd jöjjenek megvédeni minket. Láttad a telefonomat? Pont itt hagytam. Biztos elhagytad valahol. Felhívom. Hol az enyém? Az enyém sincs itt. Akkor elmegyünk a fiúkhoz. Nem bánom, gyerünk. Zárva. Valaki bezárt minket kívülről. Hadd próbáljam. Valaki elvette a telefonjainkat, és bezárt minket a házba. Tartsunk össze, amíg meg nem találjuk a bűnöst. Vegyünk valamit védelemként. Hogyan fog a csillámpor megvédeni? Nem tudom, de jobb, mint a semmi. Hé, tudom, hogy itt vagy. Gyere ki, különben rosszabb lesz. Nincs elrejtőzés előlünk. Játszik velünk? Talán hagyott itt bizonyítékot. Nézzünk körül. Nézzétek, van itt valami. Ez mi? Lehet haj? Nem, ez valami játékgyapjója vagy szőnyeg, de nálunk nincs ilyen. Talán bunda. Így van, a télapó eljött hozzánk, és kék bundája van. Akkor ajándékok lennének a fa alatt. Akkor menjünk, nézzük meg! Gyerünk! Mint hogyha nem lennénk egyedül a házban. Fura. Ó, ne, ezek az ajándékok!
ajándékok, amiket a barátaimnak készítettem. Kiderült, hogy ajándékok nélkül maradtunk. Most mindenképpen meg kell találnunk ezt az aklatot, és meg kell büntetnünk. Nézd, megint a kék gyapjú. Ez biztosan nem a télapó, az ajándékokat hozza, nem pedig elveszi. Újra ellenőriznünk kell a gyanús csomagot. Megint kék gyapjú. Ami itt történik, határozottan összefügg ezzel a feltevéssel. Csomagoláson kívül nincs itt semmi. Nézzétek, van itt valami jegyzet, kössük össze! 321. kísérlet. Mit jelent ez? Megnézném a Google-on, de a telefonjaink hiányoznak. Szerencsére a tablet a helyén van. Nézzük. Egy eredmény van. Ez a játékgyár honlapja. Talán kísérleteket végeznek a játékgyárban? Most megtudjuk. Ez volt a dobozban, és féltünk. Ki ez a furcsa? Aranyosan néz ki. Olyan ismerősnek tűnik. Azt hiszem, őt is láttam valahol, de nem emlékszem hol. Azt írja, hogy a gyár tulajdonosa úgy döntött, hogy megalkotja a legaranyosabb játékot. Sikerült neki? Itt található a kísérlet naplója. Első nap. A mester egy játékot vart, és Hagi Vaginak nevezte el. A játék annyira aranyos volt, hogy úgy döntött, mesterséges intelligenciát készít. Jól jön egy ilyen játék, olyan, mint egy robot. Nem hiszem, hallgass tovább. Második nap. Hagi Vagi normálisan viselkedett, a mester elégedett volt a munkájával, és úgy döntött, hogy egy csészet sütivel meglepi sikerét. De katasztrófa történt. Egy csészetája felborult a játékra, és megsérült a batri. A mester leellenőrizte a játékot, és úgy gondolta, hogy a batria nem sikerült. A harmadik napon azonban a játék furcsán kezdett viselkedni, magától is ki tudott fordulni, és furcsa dolgokat tudott mondani. Hát, borzongató, biztosan nem lett jó a vége. A negyedik napon a mester visszatért dolgozni, és látta, hogy Hagi Bagi nincs sehol. Este a mester maga is eltűnt, később ezt a fájlt megtalálták a számítógépén. Azt akarod mondani, hogy ez a szörny a házamban kóborol? Lehet, hogy ez a történet kitalált? Ő igazi, fussunk! Lányok, várjatok rám! Mami, ez az ajtó előtt áll! Soha életemben nem féltem ennyire. Annyira ijesztő. Én aranyosnak tartom. Hogy került ide? Szerintem dobozban volt. Itt azt írják, hogy nagyon rugalmas, és dobozban is elfér. Szóval be tud mászni az ajtó alá? Ha tehette volna, már rég átkúszott volna. Ki kell találnunk, hogyan győzzük le? Hívd a rendőrséget. Elvette a telefonjainkat. Pontosan. Mit tudunk erről a Hagi Vagiról? Ő egy mesterséges intelligencia játék. Nagyon rugalmas. Játék és rugalmasság. És rugalmasság. Mi van, ha kedves, és csak játszani akar velünk? Igaz, sok hamisítvány van az interneten, és ez a cikk lehet, hogy kitalált. Ha kedves lenne, nem ijesztene meg minket. Hadd menjek ki hozzá. Mi vagy, te túl veszélyes? Hát akkor adjunk neki valamit. Mutassuk meg, hogy nem fogjuk bántani. Írjunk neki levelet. Én szerintem nem tud olvasni. Akkor rajzoljunk neki egy mosolygós arcot. Mindenki megérti őket. Látni fogja, hogy kedvesek vagyunk, és elkezd barátkozni velünk. Nem hiszem. Adnunk kell neki egy esélyt. Csak ha biztonságos. Éreztem, hogy felvette a papírt. Már rájött, hogy kedvesek vagyunk. Ki lehet menni? Nem, ki van zárva. Válaszolt? Igen. Úgy tűnik, nem akar barátkozni. Szegény fickó, biztosan zaklatták a játékgyárban. Olvastuk a történetét, ő gonosz. És még mindig meg kell mentenünk. De mindenek előtt elkapjuk. Most olvastam éppen, hogy szereti a kék színt. Valami kékkel elterelheted a figyelmét. Szóval kék. Meggyek, megnézem a szekrényben. Ó, a hólány jelmez. Tedd ide és sejtsd el. Amint lehajol, egy takarót dobunk rá. Értem. Amelkával megkötözzük egy kötéllel. Biztos, hogy nem fog megsérülni? Semmi sem fog történni vele. Ha játék, akkor nem érez fájdalmat. De akkor is légy óvatos. Mila, már is feldühítesz. Kinyitom az ajtót, te készülj! Most! Várj, hol van? Most hová ment? Épp most volt itt. Valószínűleg van valami szuper gyorsasága. Nos, elriasztottad. Most azt hiszi, hogy vadászunk rá. Hová mész? Össze kell tartanunk. Hagi Vaginak megyek sütit sütni. És mi fog történni, ha megtámad? Én barátkozni akarok vele. Miért támadnom meg? Mila, térjészhez! Már mindent eldöntöttem, és ne kövess engem. Mit tehetünk?
El kell kapnunk Hagivagit, mielőtt Milla megsérül. Azt olvastam, hogy be tud bújni a szellőzőbe. A falban van, így hall minket. Talán valahol a közelben van? Egy dobozban kell elkapnunk, és vissza kell küldenünk a gyárba. Milyen finom az illata. Remélem, Hagivaginak tetszik. Hé, Hagivagi, segíts magadon, ne félj! Mit csinálsz? Hagivagit keressük, a falakba bújhat. Próbálok megbarátkozni vele, te pedig zavarsz! Nem akarjuk megbántani, csak hazaküldjük ezt a szörnyeteget. Ne hívd így! Csit, hallok valamit. Megkeresem máshol. Hallottam, hogy a falon belül mozog, de hogyan lehet onnan kihozni? Hadd vegyek egy kalapácsot, és szétzúzzuk a falat. Ez túl sok. Nem engedem, hogy összetörjék a házam. Hagivagi, gyereki, beszéltem a lányokkal, nem fognak hozzád nyúlni. És akkor mi van? Hallod őt? Igen, felkúszott. Ó, ne, Milla odament. Hagivagi, itt vagy? Nos, végre itt vagy. A nevem Milla, ismerkedjünk meg. Nem tudsz beszélni? Szegény, biztos félsz. Tessék, régóta nem ettél semmit. Tessék. Hogy tudnak berakni egy ilyen kis dobozba? A gazdáid rosszak voltak. Nos, mindegy, majd én vigyázok rád, jó? Milla, siess és fuss! Milla, vigyázz! Oda tettem a sütiket, és ő... Nem értettem semmit, mondd normálisan! Hagivagi, ott van! Alice ott van, hol van ő? Elvitte! Hogy történt ez? Meg akart támadni, és Alice megmentett! Azt nem! Remélem nem ette meg! Igazad volt! Gonosz és csak úgy tesz, mintha kedves lenne! Így van! Ha nem esett volna be az aranyos külsejének, Alice jól járt volna! De ez nem az én hibám! Nincs idő sírni! Meg kell mentenünk Alice-t! Szia, madárjesztő! Hol vagy? Nincs itt, de Alice sincs! Elrángatta valahova! Itt történt minden! Láttam a szörnyű száját, és minden ködben zajlott! Megetted a sütiket? Nem, Hagivagi volt. Tetszettek neki a sütijeid? Van még? Csalinak jól fog jönni. Nem sok maradt, de ott van a konyhában. Gyorsan kell cselekednünk, gyere velem! A terv a következő. Hagivagit sütivel csalogatjuk, majd egy labdát dobunk rá, hogy leüssük. És utána? Meg kell kötnünk. Biztos, hogy jön? Úgy tűnik, nagyon éhes. Mi van, ha megtámad minket? Észrevettem, hogy fél, amikor együtt vagyunk. Egyedül támad. Reméljük, igazad van. Ellenkező esetben felemészt minket. Ki kellett volna szedned a fogait. Itt van. Hadd jöjjön közelebb. És most dobd! Mi lett? Miért nem sikerült? Valahogy áthatolhatatlan. Ismét eltűnt. Nem volt ideje megenni a sütit. Ez azt jelenti, hogy éhes, és megeheti Alice. Sürgősen meg kell találnunk őt. Ha nem ette meg, akkor házban kell lennie. Alice nem fér be a falak közé. Alice, hallasz minket? Mi van, ha valami rossz történt? Nyugodj meg, megkeressük. Menjünk fel a második emeletre, és nézzük meg. Alice, élsz? Nincs ideje aludni, kelj fel! Siess, ébreszt fel! És minek rohanni? Esetleg aludjunk egy kicsit. Alvás! Egy szörny kuszál a ház körül, és úgy döntöttél, hogy alszol? Az alvás erőt ad. Milla, kelj fel gyorsan! Nem, megyek aludni. Gyerünk, leültetlek a kanapéra! Kelj fel! Mi történt? A fürdőszobában hálógáz szórnak, Alice-t elaltott, és téged is majdnem elaltatott. Ki kell vinnünk onnan Alice-t? Először el kell kapnunk ezt a szörnyet, mielőtt szétszórja ezt a gázt az egész házban. Mi történne, ha mindannyian elaludnánk? Mindannyiunkat megenne. Nem ismerik a gyengeségeit, egyáltalán nem tudunk róla semmit. Igazad van, de biztos van egy gyenge pontja. Meg kell találnunk őt. Ki kell állítanunk valami csapdát? Átmegy a szellőző rendszeren. Mi nem jutunk be oda. És mi van, ha most feladjuk? Tudjuk, hogy éhes, ki kell használnunk. Hogy? Legyőzzük a saját fegyverével. Ellopta a barátunkat, és te csinálsz neki enni? Milla, ne csapjál zajt! Megint labdákat dobunk rá, és megpróbáljuk megkötni. Tudod, hogy el fog csúszkálni. Ezúttal nem kell tennünk semmit, csak el kell bújnunk, és hagyjuk, hogy megegye ezeket a sütiket. Akkor menjünk a függöny mögé. Hallod?
ahogy ropogtatja a sütiket. Gyerünk! Mi? Mi a gond vele? Befejezte? Ugyan, dehogy! Csak altatót tettem a sütibe. Mennyi időnk van? 20 perc. Pakolj össze, én megyek Eliszért. Nem értem, hogy került ekkora szörnyetek egy ilyen dobozba. Elisz, kelj fel, kelj fel! Végre ébren vagy, kelj fel, gyerünk! Hol vagyok, mi történt? Hagi-vagi elaltatott és meg akart enni. Legyőztétek? Igen. Alice, nagyon örülök, hogy jól vagy, és nagyon köszönöm, hogy megmentettél. Legközelebb hallgass a többiekre, ne csak magadra. Igen, tévedtem. Bocsánat, lányok. Most először bocsátunk meg. Nem volt olyan nehéz ide bevinni. És mit fogsz csinálni? Visszaküldjük a gyárba, és hagyjuk megjavítani. Nem hiszem, hogy ez jó ötlet. Igazán nem érdekel, hova megy, csak távol innen. Lényeg az, hogy egyik előfizetőnkön se jusson el. Hát akkor majd elviszük mi magunk a gyárba, hogy ne vesszen el a postán. Az előfizetők érdekében mindenre készen állunk. Dobj egy lájkot, és iratkozz fel a csatornánkra. Viszlát mindenkinek!